A V21, ezt meg akartam kérdezni, de a 21 az a 21. századra vonatkozik? Aha. Igen. Téged így nagyon foglalkoztat ez is, hogy a kor, amelyben élünk, meg hogy mi várható a közeljövőben. Szerintem így jó ismerője vagy az ilyen összeesküvés elméleteknek is, vagy sokat ismersz a politikai múltadból, és az hemzseg az ilyen összeesküvés elméletektől, hogy egyre inkább a virtuális valóságba tevődik át sok eleme az életünknek, virtuális fizetőeszközökkel váltjuk át ugye a fiatnak hívják ezeket a pénzeket, amiket használunk ebben a valóságban, a pénzeket. Világjárvány van körülöttünk, a kormányok összehangoltan dolgoznak azon, hogy egy jóval erősebb kontroll alatt tartsák a társadalmat. Egyfajta ilyen New World Order is van kialakulóban. Az egyéneket elkülönítik, az emberi munkákat automatizálják. 20 évvel ezelőtt hasonló filmekre, vagy hasonló tematikájú filmekre még ilyen disztopikus science fictionként gondoltunk. Túl dramatizálom-e én ezt, és ez csak egy pillanatnyi állapot, vagy egy ilyen radikális változáson megy szerinted keresztül a társadalmunk, vagy ennek a kapujában áll. Hogyan készülhetnénk fel legjobban erre? Milyen skill-ek kellenek, vagy lesznek értékesek a közeli jövőben? És hogyan áll szerinted a magyar társadalom ebben a felkészülésben? Kik lehetnek ennek a változásnak a győztesei, vesztesei? Mit gondolsz erről? Hát abszolút a 21. század nagyon foglalkoztat, mert hogy azt érzem, hogy az, amit mi most átélünk, az történelmi perspektívából nézve, az egy korszakhatár. És nem is valahol minden egyes, hogy mondjam, generáció átélhet egy kisebb korszakhatár élmény, de hogy a miénk az egy ilyen nagyobb korszakhatár, azt érzem. Tehát, hogy itt a digitalizáció, a génsebészet, a robotika, az agykutatás, tehát olyan mélyre megyünk most már a tudomány lehetőségeiben, vagy olyan magasra, ami fölveti azt, hogy az ember mint faj is átalakul. Ugye erről Harari is ír a Homo Deus könyvében, hogy itt igazából már lehet, hogy egy új faj fog születni, vagy az emberi faj akár ketté válhat. És ilyen is isteni vagy félisteni képességekre tehet szert az a gazdagabb, tehetősebb része az emberiségnek, aki meg tudja fizetni majd ezeknek a technológiáknak a költségeit. És egyébként az a helyzet, hogy ez nem disztópia. Tehát, hogy ennek megvan a realitása. Most nyilván a koronavírus az kiózanító hatással van ezekre az elméletekre, mert mégiscsak azt mutatja, hogy valahol azért le kell szállnunk a kis felhőinkről a földre, és most itt egy kis ilyen mikroszkópikus izével birkózunk, nem pedig az isteni nagy feladatokkal. De ezzel függetlenül szerintem maga a folyamat az adott, és én úgy látom a 21. századot, hogy talán a legelején említetted, hogy te egy ilyen humanista beállítottságú ember vagy. Egyre inkább az fogalmazódik meg bennem, hogy az igazi törésvonal a 21. században az a humanizmus és a dehumanizáció között lesz. Tehát szerintem ez lesz a 21. század igazi nagy törésvonala. Ami lehet, hogy kicsit olyan lesz, mint a trónok harcában, az amikor jönnek az északról a seregek, és a különféle korábbi konfliktusokat félre kell tenni. Tehát itt liberális, meg konzervatív, meg ilyen olyan konfliktusokat félre kell tenni, és egyszer meg kell védeni, és meg kell menteni, vagy meg kell óvni az emberiséget attól, hogy véget érjen a történet. És ez egy ilyen nagyon izgalmas, meg nagyon, nagyon nehéz kérdés, és ugye ezzel nyilván sokat foglalkozom. De úgy látom, hogy a politika nem igazából érdeklődik ennek a jelei iránt, tehát sem a környezetvédelmi jelei, sem pedig a politikai jelei iránt. Tehát, hogy a politika inkább hasznot akar húzni ebből a folyamatból, azt látom. A big data, mint a kornak az egyik nyilván meghatározó élménye, ez a politika számára egy óriási lehetőség. És ilyen értelemben Orbán, ugye folyik egy vita arról, hogy Magyarország az most diktatúra, vagy még demokrácia. És ugye erről volt egy Filipov Gábornak egy nagyszerű írása, hogy ő azt mondta, hogy egy hibrid rendszer, amit már nem lehet ebben a
két kategóriában tisztán értelmezni. És hogy ez szerintem csak részben igaz, mert hogy szerintem diktatúra ma Magyarország, vagy legalábbis a diktatúra irányába megyünk, és az, hogy Filipov Gábor hibrid rendszernek nevezte, az egy pillanatfelvétel, hogy most még hibrid, de szerintem egyre inkább diktatúra irányába megy, csak ez már nem olyan diktatúra, mint amit a 19. századi politológia, vagy a 20. századi politológia definiált. Tehát hogy a diktatúra az, amelyik megszünteti a demokratikus intézményrendszereket, és lényegében egy ilyen nyílt egyeduralmat fejt ki. Szerintem a big data révén nincs szükség a demokratikus intézmények megszüntetésére. Tehát, hogy a diktatúra fogalmát át kell értelmezni tudati diktatúrává, és hogyha már így tesszük fel a kérdést, hogy a kormány tudati diktatúrát működtete big data eszközökkel, akkor erre én már hajlok, hogy azt mondom, hogy igen. Arra gondolsz, hogy beindul egy ilyen öncenzúra, mert ugye úgyis mindent tudnak rólam, és akkor már eleve nem kell engem így diktatórikus eszközökkel elnyomni, hanem magam fogom korlátozni a saját szólásszabadságomat, meg a gesztusaimat, a cselekedeteimet, ilyesmi? Részben erre, részben arra, hogy kialakul egy öncenzúra, részben pedig arra, hogy nem is veszed észre, hogy manipulálnak téged adott. És ez, mint hogy az üzleti világ reklámjai sokszor küszöb alatti hatásokat fejtenek ki, tehát észre sem veszed azt, hogy téged most rávettek valamire. És nyilván a viselkedéstudomány a legdinamikusabban fejlődő tudomány ma a világban, vagy az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány, amit a politika szerintem brutális módon fog tudni hasznosítani, és már hasznosít most is, és én erre gondolok, hogy egyszerűen olyan impulzusokat, olyan mértékben ellenőriz téged, olyan mértékben manipulál téged, olyan mértékben befolyásol, vagy irányba terel téged, hogy akár öncenzúrával, akár tudat alatt lényegében eszközévé válsz az adott rendszernek. És ez már nincs szüksége arra, hogy az intézmények megszűnjenek. Mondjuk Orbán Viktor azért biztosra megy, mert a demokratikus intézmények élére is a saját embereit teszi, tehát ő azért még a régi diktatúra fogalom alapján is igyekszik maximalizálni vagy biztosítani a hatalmát, de hogy szerintem már egyre kevésbé lesz szükség, és a politika is virtualizálódik, és ezen azt értem, hogy a valósághoz egyre kevesebb köze lesz. Tehát a politikai viták azok ilyen internetes vagy online flash mobok lesznek. Így összegyűlünk, ott veszekedünk valamin, aminek semmi köze nem lesz a valósághoz, hanem ezt egy számunkra legyártott tartalom lesz, amit pontosan azért gyártanak le nekünk, hogy mi azon veszekedhessünk, és ezáltal demokratikus látszatot, vagy azt a látszatot élhessük át, vagy azt az illúziót, vagy azt az álomvilágot, hogy mi itt politikai vitákat folytatunk fontos kérdésekről. Na mindegy, ebből az egészből csak azt akartam kihozni, hogy én pessimista vagyok nagyon a big data eszközök politikai alkalmazását illetően. Tehát, hogy a big data diktatúra lesz, vagy big data demokrácia, ugye vannak ilyen jellegű irányok is, hogy online népszavazás, én is nagyon fontosnak tartanék, vagy elektronikus szavazás, likvid demokrácia, tehát vannak ilyen progresszív dolgok. Aha. Csak azt gondolom, hogy ezek sokkal lassabban terjednek, és most még nagyon ilyen elitista aurájuk van. Tehát ez kicsit olyan, mint ilyen úri huncutság, hogy az értelmiségnek az ilyen önkielégítése egy picit nekem, és nem pedig az, ami... Mert ugye ez arra, ez a likvid demokrácia, ha jól sejtem, ez arról szólna, hogy azonnali visszacsatolás van bizonyos döntésekről, ugye a interneten keresztül ilyen gyors népszavazások, meg közvéleménykutatások, és akkor úgy tudná a törvényalkotó módosítani a különböző irányokat, vagy a gazdasági szabályozásokat, vagy ilyesmi. Pont ezt is jelenteti, de gondolj, de csak mondjuk egy nagyon érdekes példát, még akár azt is jelenteti erre is, technológiailag nem lenne akadálya, hogyha mondjuk online lehetne szavazni, hogy bizonyos szavazásoknál te átadod a szavazati jogodat valakinek, akit kompetensnek érzel. Mondjuk. Tehát azt mondod, hogy én nem értek az atom energiához, de mondjuk te értesz, úgyhogy én a
te, hogy mondjam, téged erősítelek a szavazatommal ilyen értelemben, vagy a te véleményedet. Tehát amivel aztán megint vissza lehet élni nyilván, mert akkor, mert te megzsarolhatsz engem, vagy megvehetsz engem, most nyilván ezek ilyen feltételezések, amiket, de ezeket simán végre lehet hajtani, úgyhogy a liquid demokrácia, vagy az online demokrácia sem önmagában messiás. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy a big data diktatúra, big data demokrácia áruhában fog megvalósulni. Aha. Szerinted hogyan lehetne felkészíteni ezekre a változásokra Magyarországon, nem tudom, a oktatáson keresztül a fiatalokat, vagy kell-e egyáltalán erre, van erre szükség? És hogy hogyan állunk mi ebben most, ebben az online-ben? Neked egy nagyobb fiat van, biztos látod, hogy az iskolában ugye mi zajlik. Mit gondolsz erről, hogy hogyan állunk ebben Magyarországon? Hát ilyenkor szoktuk azt mondani így optimistán, hogy majd az új generáció ebben már tudatosabb lesz. Nem tudom. Mm-hmm. Mert hogy én azt érzékelem a 16 éves fiam kapcsán, hogy ők ugye digitális benszülöttek, tehát ők már ebbe a digitális világba születtek bele, és hogy nem is tudjuk modellezni sokszor, és én is fiai rácsodálkozom az ő világérzékelésükre. Tehát hogy ők mennyire másképp látnak már dolgokat, és mennyire másképp látják a világot. És sokszor ennek vannak nagyon negatív dolgai is, tehát hogy mennyire nem érzékelnek valós folyamatokat, ami a virtuális téren kívül zajlik a világban. És ezt szerintem sebezhetőbbé teszi őket. Tehát hogy én nem lennék annyira biztosabb, hogy majd az új generáció majd ebben sokkal tudatosabb lesz, mint a szülei, vagy pláne a nagyszülei. Tehát, de az tény, hogy nagyon nem vagyunk rá felkészülve ez ilyen változásokra, és a legsebezhetőbbek az idősebbek. Uh-huh. Tehát ma, ha fölmész a Facebookra, ugye nagyjából van most már egy ilyen egymás utániság, hogy a Facebookon vannak az idősebbek, az Instagramon vannak középkorosztály, és a fiatalabbak meg már még újabb platformokon, TikTokon, meg mindenféle számomra ismeretlen platformokon. Twitch. És hogy a Facebookra ma fölmész, akkor lényegében a nagy tesék. Twitch, azt hiszem, mama a viesem. Ja, ja. Én még azt nem is láttam. Igen. De csak amit ki akartam ebből hozni, hogy a Facebookon ma már az én szüleim generációja van fenn, akik lényegében ott vívják tovább a 20. századot a kommentmezőben. Aha. Ezt olvasod, követed egyébként így? Hát olyan értemem, hogy mivel ugye, mint blogger, a különféle platformjaim nekem is megvannak Facebookon, YouTube-on, Instagramon, ezért nyilván mindegyiket követem, mindegyiket látom, és hát látom a korosztályos megosztását, és a kommenteknek a különbözőségét, és hát különféle világok tárulnak föl. Uh-huh. És éppen generációsan azt érzem nagyobb részt. És hát borzasztó, tehát a Facebook, ami egyébként Magyarországon a legnépszerűbb nyilván, és elképesztő tömegeket ér el, mint hogy máshol is persze a világban, az elképesztő tarolás lehetett végezni a nyugdíjas generációban. Tehát ott az a generáció, aki gondolja bele, hogy még lehet, hogy a második világháború idején született, mint mondjuk az én szüleim. Tehát hogy őket, akik ahhoz szoktak hozni, hogy tévében bemondásra került, az egy igazi információ. Na most, ha őket így összeereszted a deepfake-ekkel, ahol lényegében valakinek az arcával olyat mondan, amit soha az életben nem mondott el, hanem csak egy virtuális trükk, hát akkor őket nagyon nehéz lesz meggyőzni, hogy ez nem igaz. Igen. Úgyhogy hát én emlékszem, hogy amikor óriás plakáton szerepeltem, hogy majd, nem tudom, Karácsony Gergellyel, Szél Bernadettel és Gyurcsány Ferenccel megyünk átvágni a kerítést, volt egy ilyen óriás plakát 18-ban, akkor voltak olyan, és jártam az országot, akkor voltak olyan idős emberek, akik azt mondták, hogy hát, de ott volt a plakáton. Aha. Ott volt, hát le voltam fényképezve Gyurcsány Ferenccel. Tehát, hogy más számukra az is újdonság volt, hogy egy fotón egymás mellé lehet montázsolni valakit. Na most, hát, ez nem egy nagyon új technológia, sokkal durvább technológiák vannak már, és tényleg nagyon sajnálom ezeket az idős embereket elképesztő manipulációnak, és ez nem azt jelenti, hogy ők, mert sokan azért, hát milyen hülyék az idősek, a fiatalabbaknak ugye ez az érzékelésük, hogy nem veszik észre ezt a
ezt a manipulációt, nem, hát egyszerűen nekik egészen más a világ értelmezésük. Igen. Úgyhogy nagyon nem vagyunk fölkészülve, már csak az is, mert a választásokon az idősebb fognak legnagyobb számban részt venni. Ugye ez a Fidesz számára a győzelemnek sok szempontból a kulcsa. Nem is a határon túli magyarok, az, ahogy mondtuk, az szerintem az inkább egy ilyen mellékvágány, meg érzelmi ügy, mint igazán döntő kérdés. Az idősek, hogy kire szavaznak a nyugdíjasok Magyarországon, az döntő kérdés. És itt nagyon nehéz a Fideszt kimozdítani, mert a kis falvakban a saját polgármestereiken keresztül elképesztő, meg hát a Facebookon és a Big Data eszközökön keresztül elképesztő erőt képviselnek. Most láttam vagy beszéltek erről, hogy milyen költések vannak kormány részről Facebookon elsősorban, meg YouTube-on, hogy ilyen, nem tudom, 500 milliárd forintnál tartanak még most, úgyhogy nincs is kampány, és gondolom, hogy ennél sokkal több pénzt, és nem is túl hatékony egyébként szerintem, amit ők csinálnak, mert szerintem nem targetálnak jól, hogy kinek megy a hirdetés, hanem így mindenki célba van véve nagyjából. Hogy ez valószínűleg, hogy ezen így tarolni fognak. Tehát tényleg, amit mondtál, hogy... És az nekem volt meglepő, vagy hát nem meglepő, hogy így szembesültem azzal, hogy mikor szembesíted mondjuk egy idős embert ezzel, hogy ez egy ilyen fake news, tessék, mit tudom én, ezek a migránsok, ezek valójában, nem tudom, ez egy 5 évvel ezelőtti ami nem Svédországba készült, hanem Pakisztánba egy esküvői lövöldözésen, akkor így megijednek, tudod, hogy megrettennek, hogy mi történik itt, hogy félre vannak vezetve. És ez annyira szomorú egyébként, hogy ilyen hajlamosan használják ezt fel. De az, amit mondasz, az annak a következő lépése az nem az, hogy az esetek többségében, hogy akkor kritikusabban szemlél innentől kezdve folyamatokat, hanem még inkább visszamenekül. Ez egy ilyen emberi reakció, hogy lezár teljesen, és azt mondja, hogy hát hagyjál te engem békén, tehát engem ne akarjál te itt. Tehát te leszel lényegében a rossz hírhozó, és a rossz hírhozót nem szeretik nyilván az emberek. Tehát ez egy nagyon nehéz pszichikai, meg pszichológiai feladat, hogy hogyan tudsz betörni egy ilyen, mert valójában a félelem irányít. Tehát hogyha belegondolunk, a politikában egyre inkább az a kérdés, hogy ki tudja megtalálni a legjobb, legfélelmetesebb ellenségképet. És aki megtalálja, és azt a legjobban festi föl a falra, azt az ördögöt, az nyeri a választást.